Hát pontosan ezt csináltam. Megnyomtam a gombot, mindig akkor, amikor befejeztem az éppen aktuális litániát. Hát ezt a technikai antitalentumot köszönöm szépen. De most látom a számláló, hogy megy. Diósgyőrbe tartunk, a Kaláka együttes vendégei leszünk. És azt a műsort fogjuk játszani, amit a Tibusszal játszottunk. Most nem lesz a Tibusz. Majd helyettesíteni kell bizonyos szóló helyzetekbe őt. Ez érdekes feladat lesz. Ráadásul viszem a telémet, a 83-as Squire telekaszteremet viszem a Grillus Vili bácsinak. Egy érdekes tudományos kísérletet szeretnénk végezni, hogy az ő muzsikája hogyan szólal meg a Spulni-féle csöves erősítőn és ezen a telekaszteren. Ezt ki fogjuk most beálláson próbálni, koncerten még nem, de az a titkos célunk, ami ezek után már csak annyira titkos, hogy mind a 6 milliárdan meg tudjátok nézni a YouTube-on, hogy az ő muzsikája hogyan tudna elektromos körülmények között megszólalni. Nagyon kíváncsi vagyok erre, mert az ő zenei gyökerei is a 60-as évek forradalmi muzsikájában rejlenek. Ő például a Cream zenekart nagyon szereti, ezt ő mondta nekünk, és ugye a Cream zenekart szereti, az egyrészt rossz ember nem lehet, másrészt pedig van kapcsolódása így a rock'n'rollhoz, viszont még nem muzsikált elektromos gitáron. És én nagyon szeretném azt a közös műsort egyszer megszólaltatni úgy, amit mi játszunk vele, a Kis Anna verseket, meg a Kosztolányi, meg a többit, hogy ő elektromos gitáron játszik, egy Fender telekaszteren és egy Vox erősítőn. És ennek a gyönyörű folyamatnak az első lépése lesz ma. Ma adjuk át neki ezt a 83-as régi Squire telét, hogy vigye haza, és kezdje el kóstolgatni. Ezek a kis Piszok Alfred rackák, ezek mindig kavarják. Freddy bátyám. Fordult a kocka, ugye?